Mi második generációs PR-esek vagyunk, az ügynökséget édesapánk alapította és vezette 20 évig. Nemrég ment el sajnos, de próbáljuk az ő vízióját folytatni, és az ő gondolatai és iránymutatása alapján tovább menni a céggel. A Noguchi úgy őrzi sok éves hagyományait, szellemiségét, hogy közben a ma követelményei szerint működik, és a holnap felé tekint. Nyilván folyamatosan alkalmazkodunk a változó elvárásokhoz, úgy az ügyfeleink, mint a kollégáink oldaláról. Egyébként talán arra vagyok leginkább büszke, hogy a kollégák elmondása szerint jó itt dolgozni. Nagyon sokféle szakmai háttér rárendelkező, nagyon sokfelől jöttünk, és ez összeolvad, mint egy egységes egészé. Iszonyatos hogy szakmai tapasztalattal rendelkeznek, minden helyzetből ki tudják vágni magukat. Bármilyen probléma van az ügyfeleknél, hogyha leülünk és közösen elkezdünk róla beszélgetni, akkor előbb-utóbb rájövünk, hogy ez nem is egy nagy probléma. Irodánk egyszerre komoly és vicces is, inspiratív is. Itt van például rögtön Darth Vader, mint a PR megszemélyesítője, az erős sötét oldala. Produktívak és mindig a legjobb ötletek születnek. Máshol nem tapasztaltam még, hogy ennyire segítőkészek, összetartóak, rugalmasak, jó fejek, úgyhogy igazából majdnem, mintha a barátokkal dolgoznék együtt. Mindenki nagyon türelmes, tehát az ügyfél összes kérését igyekszik mindenki mindig, ahogyan csak lehet teljesíteni, és mindenki nagyon precízen. Szerintem a kollégák mindannyian profik a maguk nevében, azokon a területeken, amikről jöttek, vagy amin dolgoznak. De szerintem a legjobb, hogy mindannyian úgy dolgoznak, hogy nagyon vidáman teszik azt. Mindig is ügynökségnél akartam kezdeni, mert szerintem egy ügynökségnél lehet a legtöbbet tanulni a szakmáról, és nagyon jó, hogy nem úgy kezelnek itt minket, mint egy gyakornokot. Túl sok minden érdekelt, és nem tudtam választani, úgyhogy most itt aztán mindenből van egy kicsi kis írás, kis kreatív munka, stratégia, úgyhogy most nem unatkozom. Egyik nap sem olyan, mint a másik, és ez az, ami nekem nagyon fontos, hogy ne legyen monoton a feladat, amit csinálunk. Korábban újságíró voltam, így megtapasztaltam a kommunikációs szektornak azon oldalát, nagyon kíváncsi volt, hogy milyen lehet ez az oldala. A kommunikáció, a történetek összehozzák az embereket, és maga a PR is igazából a történetmesélésről szól. Robogózom. Kertészkedem, éppen vár három paradicsom palántat, hogy meglocsoljam, majd elültessem. A Móni kolléganőm saját termesztésű kis paradicsom palántáit kaptam meg, ökörszív paradicsom lesz belőle, remélem. Nagyon jó lehetőség, hogy itt az irodában munka előtt tudunk jógázni hetente kétszer. Színházba járok, sokszor horgolok, egyéb ilyen ékszereket készítek, ilyesmiket. A másik foglalkozásom a PR mellett az éneklés, úgyhogy igazából ez az, ami valójában feltölt, a zene. Egyrészt ők, a kollégáim, másrészt meg személyesen pedig ő nap, mint nap. Hát itt igazi csapatmunka folyik minden nap, és ez nagyon vicces, nagyon szórakoztató egyben, és hát végtelenül profi. Engem az inspirál legjobban, hogyha kinyitok egy napilapot, látom-e benne a tegnapi közleményemet valamilyen formában? Dolgozunk itt még sokáig együtt ezzel a jó kis csapattal. Megtalálni azt a sztorit vagy adatot, amiből egy vállalati üzenetből végül olyan hír lesz, ami aztán mindenkit érdekelhet. Remekül írok adatalapú közleményeket, és nagyon büszke vagyok rá, mióta itt dolgozom, az összeset lehozta az MT. Az én szuper erőm a lifestyle közlemények, mindenhez van 5 tuti tippem. Vagy 5 plusz 1. Vagy 5 plusz 1, igen. Rugalmas vagyok és alkalmazkodókész. Ez elég hasznos ebben a szakmában. Egész nap kis hajókat hajtogat. Kis hajó az álmok. Én apró papírhajókat tudok hajtogatni. Sőt, szerintem Magyarországon belül én tudom az egyik legkisebbeket hajtogatni. Benne ül egy lány, és én. Egy nap benneszek a Guinness rekordok könyvében. Élet vár, ott rá.